Sorban állnak az eladásra váró használt autók ennél az Orosi úti értékesítőnél. Az idei évben nőtt az autóvásárlási kedv a használt és az új autók piacán is. A külföldről behozott kocsik mellett pedig a hazai kínálat is egyre nagyobb, ami leginkább az új autók értékesítésének köszönhető. A használt autópiac az utóbbi évek tendenciájának megfelelően az új autópiaccal együtt mozog, mondhatjuk úgy, hogy pörög. Az új autóeladások, ha jól tudom a számokat, 18%-os pluszban vannak a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Ez nagyjából a használt piacon is nagyjából ez jeződik, hiszen aki új autót vásárol, az eladja a használtját, tehát egy plusz kínálat jelenik meg a piacon. A piac fellendülését a GDP növekedés mellett a gazdaság és az építőipar növekvő teljesítménye és az alacsony kamatok is meghatározzák, mondta el az alelnök. Hozzátette, az Európai Unió jövőre életbe lépő új emisszió korlátozása azonban tovább alakíthatja a piacot. A jövőre még ez nem fog hatással lenni. Itt ugye, amit figyelembe kell venni, az a CO kvótáknak a gyártói elosztása. Ebben a nagy autógyártók ebben meg tudnak egyezni, meg állapodnak, és a különböző modell struktúrákat úgy alakítják ki, hogy ennek megfeleljenek. Itt a piacon elterjedt az, hogy a dízelautók nem sokára kitiltásra kerülnek szinte mindenhonnan. Ezt azért árnyalni kell ezt a képet, tehát a dízelautóknak még azt gondolom, hogy mivel használt piacon olyan arányba fordulnak elő, hogy ezt még nem lehet megtenni, és nem is fogják megtenni. Gulyás József hozzátette, az autóvásárlási kedvet tovább fűtheti a július 1-től elérhető úgynevezett babaváró hitel, amely akár 10 millió forintos szabad felhasználású, bizonyos esetekben kamatmentes vagy visszanemtérítendő kölcsönt is jelenthet, amely egy részét várhatóan autóvásárlásra fordíthatják majd a fiatal családok.